Az utolsó helyezett fogadta az elsőt, így az esélyek egyértelműen a vendégek mellett szóltak. Ehhez képest az első fél időben szorosan tapadt ellenfelére a nyírbátor, 30 perc játék után mindössze egy gól volt a DVTK előnye. A második játékrészt a diósgyőriek kezdték jobban, 10 perc alatt 6 gólosan ütt a két csapat közötti különbség. A folytatásban ugyan mindent megpróbáltak a bátoriak, de ez csak a tisztes vereséghez volt elegendő. Úgy gondolom, hogy MFV-vel veszítettük ezt a mérkőzést, tehát nyilván van az embernek hiányérzete a kihagyott helyzetek miatt, de hát ez meg volt a másik oldalon is. Tudjuk, hogy a Diósgyőr ugye a felsőbb, vagy szinte szeretne lépni, magasabb osztályba szeretne jövőre kézlabdázni, ezért nekik ugye létfontosságú volt a győzelem, és amit végül is megbeszéltünk a fiúkkal, hogy mi nekünk végül is veszíteni valónk nincs, az volt a lényeg, hogy elkerüljük azt a rengeteg lerohanás gólt, amit az idegenbeli mérkőzésen kaptuk. Azt úgy gondolom, hogy szinte hiba nélkül teljesítettük. A második fél elején volt egy ilyen 10-12 perces hullámvölgyünk, amit jól kihasznált az ellenfelünk, és gyakorlatilag utána ezt jól menedzselte, megérdemelte a győzelmet, de jár a gratuláció, úgy gondolom, a mi fiainknak is. A vendégek edzője, a korábban Nyírbátorban is dolgozó Molnár András szerint a legfontosabb az volt, hogy megszerezték a győzelmét járó két pontot. A hazai csapatot minden dicséret megillett, hiszen én azt gondolom, hogy úgy kézilabdáztak, ahogyan ellenünk eltett. Ezt én szerintem maximálisan kihasználták, úgyhogy azt gondolom, hogy őket tényleg gratuláció illet. Hát mi már valahogy itt az első fél időben azt gondolom, hogy mondtam a srácoknak, hogy ez magától nem fog megoldódni, tenni kell érte, hát a második fél idő elején azért hál' Istennek sikerült egy olyan különbséget kialakítani, amit azért meg tudtunk tartani a végéig, úgyhogy mindenki pályára tudott lépni. Én még egyszer mondom, a hazai csapatnak gratuláció, az enyémnek annyi, hogy egy van hátra ahhoz, hogy elérjük a céljainkat, tehát nyilván ilyenkor már azt gondolom, minden lépés nehéz, azért eddig a felsőházi mérkőzéseinket nagy különbséggel tudtuk megnyerni, ez az egy ilyen kivétel van, ez már nagyon döcögős a sikeredet, lehet, hogy az az oka, hogy múlt héten nem volt mérkőzés, és nem raktam a programba edzőmérkőzést, ez lehet, hogy valahol az én hibám is, de ma közel sem voltunk olyan élesek, mint szoktunk lenni. A hazaiaknak minden lövőhelyzetét meg kellett küzdeniük az éllovas ellen. Kemény volt, fárasztó, hajtós mérkőzés volt. Hát sajnos jól is indultunk, még jól tartottuk magunkat, aztán volt a másfél időben egy gyengébb pontunk, ahol ez megbünteti magát, ki is használták az ellenfelek. Sajnos ez ennyi volt. A forduló további eredményei a következők: Hajdúböszörmény-Vác 22-29, Hajdúnánás-Gödöllő 33-29 és Hajdúszoboszló-Salgótarján 29-29. A tabella élén a már bajnok DVTK áll 24 ponttal. A 3 ponttal 8. Nyírbátor vasárnap az 5. Gödöllő otthonában zárja a bajnokságot.